Hiszem azt, hogy a génius Loci, tehát a hely szelleme, az sok mindenben befolyásolja az életünket. Az én életemben három fontos település volt. Egyrészt Csillaghegy, ahol születtem, meg fölnőttem a gyerekkorom és az ifjúkorom. Aztán Budakalász, ahol dolgoztam, éltem megint hosszú ideig, és ahol hát elkezdtem ilyen társadalmi emberként létezni. És a harmadik pedig Erzsébet, ahova teljesen véletlenül kerültem. Úgy gondoltam, hogy csak egy rövid kitérő lesz, aztán majdnem 3 évtized lett. Várhalmi András 2018 óta Pest Erzsébet díszpolgára. Nevét és munkásságát mindenki ismeri a kerületben. Közel 30 évig igazgatta a Csili Művelődési Központot, ami ez alatt az idő alatt virágzó és népszerű közösségi térré vált. Pedig András nehéz feladattal találta szemben magát, amikor 1990-ben átvette az épületet. Egy befejezetlen építkezés közepébe csöppent. Az épület felújítását a pénzhiány dacára be kellett fejeznie, miközben meg kellett találnia a Csili új szerepét a rendszerváltás utáni megváltozott társadalmi viszonyrendszerben. Ez volt a legfontosabb, vagy majdnem a legfontosabb az életemben. Itt folyamatosan tulajdonképpen egy alkotó tevékenység, hiszen újra és újra kitalálni, hogy menjen, új helyzetek jönnek, még kevesebb pénz van, na most van egy kis pénz, most erre lehet pályázni, akkor abbra menjünk el. Most bejön valaki és azt mondja, hogy ő egy népdalkört szeretne csinálni, akkor gondoljuk végig, hogy működhet, kikkel, hogy lehet ezt megoldani. Tehát az én számomra ez egy ilyen kettős feladat. Egyrészt közösségekben gondolkodni, ami azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb lehetőséget nyújtja az emberek számára. Itt vannak falak, terek, ahol össze lehet jönni, hogyha kint zuhog az eső, vagy dörög az ég, akkor is. Tehát ezekben gondolkodni, és másrészt megszolgáltatni és működtetni az intézményt, hiszen van egy csomó lehetőség a terembérbeadástól kezdve a különböző tanfolyamokon át, millió dolog. És akkor csináljunk minél több termet, folyosóvégeket vágassuk le, építsük be, ott ki lehet adni irodának, ott lehet egy kis kuckót csinálni a gyerekeknek. Tehát ez is egy folyamatos, azt gondolom, merem remélni, hogy racionális gondolkodás. És közben megkeresni az emberekkel a kapcsolatot, a vendégekkel, mert én mindig azt gondoltam, hogy nekem, aki ide bejön, az a vendégem. És őket kell szolgálnom. A szüleim boltban dolgoztak, közértesek voltak. Tehát én a gyerekkoromban nagyon sokat töltöttem boltokban, szolgáltam ki az embereket, besegítettem, és valahol ez is olyan, szolgálni az embereket. Aki bejön, az megkapja azt, amit szeretne, méghozzá minőségben kapja meg, amit szeretne. Tehát valószínűleg van bennem egy ilyen beállítódás is. És kíváncsi vagyok, mert ez talán egy másik fontos sok mindenre. Várhalmi Andrásnak különleges képessége az empátiája, embersége és közösségszervező ereje. Talán nem véletlen, hogy az élet mindig olyan feladatokkal kínálta meg, ahol erre a tudásra szüksége volt. Miután magyar népművelés szakon végzett a főiskolán, egy munkás otthont vezetett, majd Budakalászon belekóstolt a politikába is, mielőtt megtalálta volna az alkatának és tudásának megfelelő munkát Pest Erzsébeten a Csiliben. De minden egy színjátszó szakkörben kezdődött. Játszottam igen egy amatőr színpadon, és ott az egyik idősebb tag, aki a Tarucnál volt művelődési házigazgató, különben ő egyik próbán szólt, hogy gyerekek, nem tudtok valakit, aki eljönne munkásszállóra, népművelőn, könyvtárosnak.
nem kell végzettsége legyen. És akkor, hát mondtam, én tudok valakit, én. És akkor bekerültem egy munkásszállóra, volt egy pici könyvtár, meg egy pici klubszoba, és kezdetben azt gondoltam, hogy majd programokat kell szervezni, aztán rájöttem, hogy azoknak az embereknek nem erre van szükségük, hanem ugye a általában kisiklott életükben mindennapos problémáikban kell segíteni. És ezt hogy tudta megoldani? Sok-sok beszélgetéssel. Tehát ön volt a pszichológus? Hát, hogy akkor én képes lettem volna úgy segíteni embereknek, nem gondolom, de egyáltalán az, hogy elfogadtam őket. Meg meghallgatta őket. Meghallgattam őket. Csináltam rengeteg bulit női munkásszállókkal, ahol ismerkedni lehetett, lányokkal, hiszen ez is egy óriási probléma volt az ő számukra. Ha kellett beadni valami hivatalos papírt, akkor segítettem megírni. Úgyhogy ez egy nagyon komoly szociokulturális munka volt. András ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve állt neki később a Csili Művelődési Ház igazgatásának. Azt vallja, ehhez a munkához szükséges volt, hogy beleássa magát Pester Zsébet és a Csili történetébe, hiszen középiskolai éveit leszámítva, élete nagy részét eddig nem ebben a kerületben töltötte. Nem ismerte ezt a közösséget és annak környezetét. Helytörténeti kutatásokba kezdett hát, és nagy meglepetések érték. Meg kellett ismerni a Csilinek a történetét. Mert ide kerültem, volt itt egy-két kiadvány, benne volt, hogy aztán a kommunisták itt gyűltek össze, és itt reménykedtek, hogy majd a felszabadult országban új világot építenek. Volt egy kiadvány 1966-ban, hogy 50 éves a Csili, mert 16-ban volt egy nagy tüntetés a fegyvergyárba, és sztrájk, és akkor kaptak pénzeket, és abból építették fel. És ez nem igaz. Keresgettem mindenütt, hogy találjak valamit, ami erre utal, és akkor kiderült, hogy 17-be. Tehát arra voltak apró pici újságcikkek, hogy 17 őszén megvette a Vasas Szakszervezet a Csillag utca 2 alatti kis házat, ahol majd munkás otthon fog építeni. És mi a fenéért csinálták ezt? Miért kellett ez megmásítani az időpontot? És akkor megbíztam egy történészt, hogy a Állambiztonsági Kutatóintézetben nézzen körül, hogy voltak-e megfigyelések itt. A srác mondta, hát hogy nem tudom, hát 66-ban 10 éve volt 56. Kellett valami más, amit itt az emberek gondolatait más irányba tereli. 50 éves a Csili, hát akkor legyen. Az, hogy nem ténylegesen ekkor volt az évforduló, az... Hát, szóval, ez a 60-as években nem számított. Bornét dolgok, ezek elképesztő. András egyre többet tudott Pester Zsébetről, és egyre lelkesebben ásta bele magát a történelmébe. Több helytörténeti könyve is megjelent az évek során, és időközben megtalálták őt azok a helyiek, akik hasonló érdeklődésűek. András létrehozott nekik egy helytörténeti klubot a Csiliben. Van erzsébetiség. Nehéz ezt megfogalmazni, hogy ez mitől. De aki itt él, az erzsébeti, az másabb, mint a többi kerületi. Mert ő a földnek ezen a pici szeletén él. És ahhoz, hogy ezt meg tudja élni, ahhoz kell, hogy tudja, hogy mi volt abban az utcában régebben. Kiről nevezték el azt az utcát. Létrejött a helytörténeti klub, ami igazán attól volt nagyszerű, hogy a Kökényver, a néni vezette, egy pedagógus, nagyon precíz, Erzsébetről mindent tudó és mindent ismerő hölgy, és minden hónap második kedjén este összegyűltünk, amikor elkészült ez a terem, ütés, és fantasztikus előadásokat, beszélgetéseket tartottunk. Hát a
ide látogatók átlag életkora az 60 felé, akiket érdekel, körülbelül 60 átlagban így alakult. Úgyhogy ez például egy olyan dolog, amire büszke vagyok. Várhalmi Andrást nem csak arról ismerik, hogy mindent tud a kerület történetéről, hanem másik izgalmas hobbija, a családfakutatás is sokak fantáziáját megmozgatja. András ezt a szenvedélyét is egy véletlennek köszönheti. Édesanyjáról tudta, hogy táncos, akrobata családból származik, aki a cirkuszi világot férje mellett adta fel. És édesapja szomorú történetét is ismerte. Ő régen boltulajdonos volt, majd az államosítás elvette tőle vállalkozását és saját üzletének alkalmazottja lett. Ám András csak édesanyja halála után szembesült azzal, hogy családja története még tartogat néhány meglepetést. Amikor édesanyám meghalt 93-ban, apám már korábban, akkor ugye rendezgettük az iratokat, és találtam régi anyakönyveket. Nem is tudom, 37-ben vagy mikor, tehát a zsidótörvény, második zsidótörvény életbe lépésekor minden családnak be kellett szereznie három iziglen, hogy van-e izraelita a családban, vagy nincsen. És ezeket az akkor beszerzett anyakönyveket anyám ott őrizte, és én meg megtaláltam. És azt olvasom benne, hogy mi nem is várhalmiak vagyunk, hanem vavvák. És ugye a dédapám az Kutna-Horában született Csehországba. És onnan jött el ide Magyarországra esztergályos szakmunkásként. És akkor elkezdtem utána járni először. Ugye a saját, aztán a feleségeim családjának, tehát a gyermekeim felmenőinek, és aztán volt, aki hallotta, hogy én ilyennel foglalkozom, és akkor megkérdezte, hogy segítek-e valamilyen formában, és akkor elindult itt először egy tanfolyam, aztán egy klub, aztán egy ilyen visszatérő hármas, tulajdonképpen elindító kis tanfolyam, három alkalmas. Manapság körülbelül az 1700-as évek elejéig lehet eljutni, tehát annak van realitása, hiszen... Hát ez Rákóczi kora. Rákóczi kora után vált teljesen általánossá az anyakönyvezés, és hát még a Rákóczi szabadságházban, hát hol a labancok, hol a kurucok fölgyújtották a templomokat, és ott sok minden elégett. Tehát inkább 1730-as évektől lehet megismerni a felmenőket. Ma már nagyon sok online lehetőség van. Várhalmi András ma már nyugdíjas éveit éli. Az, hogy megbecsült szakember és jó intézményvezető lehetett, számunkra is könnyedén kiderült abból, amilyen kitörő örömmel és szeretettel üdvözölték régi kollégái a Chilében készült forgatás alatt.